November második hétvégéjén került megrendezésre a Kárpát-medencei pálinka és párlat verseny, melyen belül bor, pálinka és párlat szépségverseny is terítékre került. A nagyszabású rendezvénynek ismét a TG Virágdekor szakképző iskola és kollégium volt a házigazdája. A benevezett nedüket bírák értékelték. A bírálóbizottság volt. A bírálóbizottságnak ötféle szempont szerint kellett a pálinkákat minősíteni, zsűrizni, mégpedig az illattisztaság, az illatkarakter, az íztisztaság, az ízkarakter, valamint a harmónia alapján. A bírálóbizottság abszolút vakon minősített, az azt jelenti, hogy egyedül azt tudhatta a bírálóbizottság, hogy milyen fajta pálinkát, milyen fajta mintát raknak az asztalára. Mert nem tudhatta se a termelőjét, se a tájegységet, hogy honnan hozták, csak és kizárólagosan azt, hogy milyen fajta gyümölcsről van szó. A bírák két nap alatt 312 mintát minősítettek. Bemutatott minták 14%-a lett aranyérves, arany minősítésű, tehát azt mutatjuk és kijelentetjük, hogy ez a cél ezt elérte a verseny. Természetesen azért vannak olyan pálinkák, pálatok, amelyek nem érnek el ilyen érem minősítést, itt is volt néhány, de itt a nevezők minden esetben egy részletes, szóbeli, írásbeli értékelést is kapnak a benevezett mintájuk minőségéről, és ebben az értékelésben az esetlegesen hiányosságból is fölhívjuk a figyelmet. A nagyszabású rendezvény részeként negyedik alkalommal tartották meg a Bács-Kiskun megye szőlőpálinkája és Bács-Kiskun megye legeredményesebb pálinka főzdéje versenyt is. A szőlőpálinka kiválasztását a szakmai bírálatot 6-tagú zsűri végezte, amelynek eredménye, hogy idén is a Mátyás Pálinkaház szőlőpálinkája vitte el a pálmát. Tavaly győztes írsai pálinkával szemben idén cserszegi fűszeres szőlőpálinkájuk kapta a legtöbb pontszámot. A győztes párlat a megyei elismerés mellett egy évig viselheti a Bács-Kiskun megye legjobb szőlőpálinkája kitüntető címet. A Bács-Kiskun megye legeredményesebb pálinka főzdéje címet a versenyre nevezett és a legjobban szereplő főzdék közül objektív pontozási rendszer alapján választották ki. A 2018-as év győztese a Madarasi Pálinkaház.